Így emelték vissza eredeti helyére a budai vár ikonikus turul szobrát. Donát Gyula szobrászművész 1905-ben készült 5 méter magas és 7 méter széles alkotását teljes körűen restaurálták. Ehhez pedig egy szabadtéri restaurátorműhelyt állítottak fel a Savoyai teraszon. A 9 tonnás szobor állapota a kisebb javítások ellenére az utóbbi évtizedekben jelentősen leromlott, ezért volt szükség a felújítására. Kijavították rajta a repedéseket, a lyukakat, saját anyagával, tehát bronzhegesztéssel történt meg a restaurálás, és hát meghagyták, megőrizte a régi patináját is, tehát patina megőrző restaurálást végeztek rajta, illetve megtisztították a szennyeződésektől. A Nemzeti Hausmann program részeként most nem csak a turul szobor újult meg, de a Habsburg kapu és a hozzátartozó lépcső is újjászületett. A kovácsolt vaskapu Hausmann Alajos tervei alapján Jungfer Gyula műhelyében készült el a századfordulón. A II. Világháború során aztán jelentős sérüléseket szenvedett, majd a 70-es, 80-as években helyreállították, de az egyre romló állapota miatt ismét halaszthatatlanná vált a restaurálása. Ez pedig már a halászó gyerekek kútja, amely hosszú idő után megújulva került vissza eredeti helyére. Többek között a szoborcsoport hiányzó részeit is pótolták. Célunk az volt, hogy a kutat ismét úgy állítsuk föl, ahogy annak idején Hausmann Alajos megálmodta és megtervezte. Megújítottuk, ahogy láthatják, a kutat két oldalról körülvevő zöld felületet, felújítottuk a térkőburkolatot, kiépítettük a dísz és közvilágítást is. A szökőkút eredeti méretűre növelt medencéje Hausmann elképzeléseinek megfelelően immáron földszíni növényágyak közé került. A Nemzeti Hausmann program részeként idén nem csak a most átadott halászó gyerekek terasza született újjá, de a Szent István terem és a Királyi Lovarda épülete is. Amikor évekkel ezelőtt kollégáimmal megpróbáltuk megfogalmazni a Nemzeti Hausmann program küldetését, és egyben annak a munkának a lényegét és célját, amit mi itt a budavári Palota negyedben végzünk, akkor két biztos pontot már a legelején rögzítettünk. Állítsuk vissza ennek a területnek a világörökségi helyszínhez méltó állapotát, amihez a századfordulós Hausmanni aranykort vesszük az alapul, és egyben hozzunk létre és alakítsunk ki egy olyan városrészt, amely időről időre új és új eseményekkel várja majd az ide látogatókat. A halászó gyerekek teraszán adventi vásár és egy a régi idők karácsonyát megidéző szabadtéri kiállítás is várja a látogatókat.